Rendkívüli közgyűlést tartottak délelőtt a Vármegyeházán. A Dunamente Fejér megye különleges gazdasági övezettel kapcsolatos döntések születtek. Olyan pénzekről döntöttünk a különleges gazdasági övezetben, amely támogatások az önkormányzatok által nagyon kért és aktuális támogatások. Több mint 1,5 milliárd forint támogatást osztottunk szét Adony, Kulcs, Rácalmás és Iváncsa vonatkozásában. Ezen források egy része működésre, egy része fejlesztésre kerül felhasználásra. A fejlesztések terén nagyon széles a paletta, a templom felújítástól kezdve utak, járda, iskola, konyha, amire a településekhez kezdeményezték. Ez a vita, ez valójában nem arról szól, hogy Árgyalán János, a Mi Hazánk képviselője, a javaslat tárgyalása kapcsán felszólalásában arról beszélt, szerinte a különleges gazdasági övezetekben a hangsúly eltolódott, ahogy fogalmazott, a gigaberuházások felé, ahelyett, hogy a kis és középvállalkozások, valamint a mezőgazdaság részesülne ezen forrásokból. Ugyanakkor a környezetvédelmi veszélyekre hívta fel a képviselő a figyelmet. A megyei közgyűlés elnöke válaszában kifejtette, ezen üzemek a legszigorúbb ellenőrzéseken esnek át. Nyilván itt a víz az egy kulcsfontosságú, de minden káros kibocsátási vonatkozásában is, hogy a legszigorúbb ellenőrzéseket fogalmazunk meg, és fogalmaztunk meg eddig is, de úgy látom, hogy ez jó irányba halad, és ezzel semmi probléma nem lesz. A közgyűlésen zárt ülésen döntöttek a Vármegye idei kitüntetettjeinek személyéről. Az idei díjakat a május 19-i megyenapon adják majd át Dégen.